utazunk még pedig az időben vissza majdnem egy évet, ugyanis tavaly október 27-én a Superbody színpadán én jelentettem be azt a lehetőséget, azt az álmot és azt az utazást, ami a mai napon meg is valósult. Ugyanis ismét a testépítés őshazája felé tartunk, irány Amerika. Ott is Los Angeles lesz az első állomásunk, ahol az elhíresült tengerparti edzőtermet látogatjuk meg. Két napot fogunk itt tölteni, utána átruccanunk a kaszinók városába, Las Vegasba. Hogy kik is vannak velem a mai napon? Hát először is itt van velem Pintér Gergő, ott van Maros Kábor, akik a Scitec nemzet szerencsés nyertesei, a Scitec Megatestről pedig, aki itt lehet velünk, Szilágyi Sándor. Ő már kétszer is részt vett ezen a megmérettetésen, ugye? Tehát most az úti cél Los Angeles, megyünk, szétcsapjuk az államokat, edzeni fogunk a Gold Gymbe, ha szerencsék van, Cedric McMillan is velünk tart egy közös edzés erejéig, akit nem csak szerény személyem fog megkínozni, hanem Berecki kolléga, aki Berecki Krisztián, aki rappernek költözött, ketten közösen magyarként fogjuk megszenvedtetni, megizzasztatni az úriembert, hadsereg ide vagy oda, mi is kemények vagyunk, kifejezetten ezért a programért készültünk be. Szóval repülünk, kint nem tudom hány fok van, mínusz, rengeteg felhő, ittben izzadunk, fáradtak vagyunk. Tulajdonképpen én ma még személy szerint semmit sem aludtam, ha jól tudom, a srácok sem sokat. Egy biztos, kajával feltankoltunk, mindenki hozta a jó kis hazait. Persze most nem hamuba sült pogácsára kell gondolni, hanem bizony kőkemény húsra, marhára, csirkére és a zöldségekre. Tehát Muscle World 3, és mi ennek a hétnek a fénypontja? Számomra, de szerintem a srácoknak is mindenképp a Mr. Olympia megtekintése élőben, ami egybe van kötve egy expóval is. Már nagyon-nagyon várjuk, hogy körbenézhessünk, hogy mi van az expo, mi van a kiállításon is remélhetőleg. Vásárolgatni is tudunk egy kicsit, illetve torkunk szakadtából szurkolunk a kedvencünknek, a Mr. Olympia színpadá előtt fogunk csücsülni, és én tuti kiordítom, nem mondom meg, hogy kiért fogok szorítani, hogy ki legyen az idei év olimpiájának bajnoka. Kai Grill lesz az, vagy Phil Heath, Zoltán Vóros from Hungary, Krisztián Berecki. Ezt még nem lehet tudni, de mi ott leszünk, biztos, hogy nagyon jól fogjuk érezni magunkat. Biztosan tudjátok azt is, hogy a srácoknak ez volt az egyik nyereménye, hogy ezt élőben megtekinthetik, és részt vehetnek a Muscle World 3 forgatásán. Később fogom őket faggatni arról, hogy érzik magukat. Én azt hiszem, hogy számukra már eddig is sok-sok újdonság, illetve élmény volt, ahogy számomra is. Főleg azért, mert kiszáradt a szám, számíthattok rám. Szeretném most már tovább nézni a mesémet, úgyhogy innen elviszem a mesémet. Sziasztok! Az igazság az, hogy elfáradtunk. Azért ez nemhogy ránk, de normális emberekre sincsen tervezve. De túl vagyunk rajta, úgyhogy magunkhoz veszünk némi takarmányt, meg letusolunk, aztán indul a rock and roll. Retro boy, you know we make examples. Yeah, history's Bruce, this is a future cop. Yeah, I got a good heart, I was born on beat, that's a good start. I had a feeling I pushed past, so now I feel like I'm the reason I should last. I move like my ish don't stink, but I'm all in a trance. No hypnosis, this is all from the heart, intro, no script, yeah. I'm just about writing it down, so now I don't sleep, man, I miss those nights. Take planes like trains, I don't miss no flights. I'm the type of guy that will have no life, like, just so I can shine like this. Go persze ez, amit láthattok a medencében, a móka és az élvezeti része a dolgoknak, de tulajdonképpen ezek nem mi vagyunk, ez csak a bóckodás kedvéért megy. Ugyanis a mi sportunk egy életforma, de ezt biztosan ti is tudjátok, hiszen benne vagytok jócskán. 0-24-ben testépítésnek, testépítőként élünk, a táplálkozás, az edzés az életünk. Addig sport az a sport, amíg szenvedélyes, tiszta szívből csinálod. Ha már csak az eredmények motiválnak és a pénz,
az már nem sportszeretet. Az már nem. Van egy ilyen mondás is ezzel kapcsolatosan, és ezt én is hitvallásomnak tartom, hogy nem maga a cél a fontos, tehát mondjuk azt, hogy első legyél, hanem a megtett út, azt tesz boldoggá. Testépítés. Csodálatos sportág, nem sportágnak mondanám, vagy sportnak, hanem életmódnak. Ugye ez 0-24 ig teljes embert kíván, nem csak a teremben dolgozunk ezekért a formákért, amiket itt láttok, hanem tényleg a nap 24 órájában oda tesszük magunkat. Pihenés, étkezés, edzés, nem olyan, mint a többi sport, hogy 2-3 órát foglalkozunk vele egy nap, hanem teljes embert kíván végig. Ez a testépítés. Kezdjétek el, akármilyen fiatalok vagytok. Alázattal, becsülettel, akarattal, nagyon-nagyon sok mindent el lehet élni az életbe. Ez tényleg arról szól, hogy nem csak a vasakat emelgetjük nap, mint nap, hanem leküzdjük saját magunkat, a korlátainkat feszegetve. Úgyhogy a telekre mentem még paradicsomért, most meg itt állok a Gold Gym előn. Azért ez nem mindegy. Scitecnek a lehetőséget, hogy kezd segítségével eljutottam ide. Rendkívül hálás vagyok, illetve még egyszer nem lehet elégszer megköszönni. Aztán innen megyünk tovább, itt edzettünk egy jót, megyünk tovább a Master Beach-re, ott is edzés a program, megyünk, kajálunk. Ezt el kell mondani, hogy még egy héttel ezelőtt otthon burkoltam a csirkét, itt meg sztékek tömkelegét esszük. Hát egyszerűen olyan ízorgiában van részünk, hogy az valami hihetetlen, fantasztikus. Egyszerűen felfoghatatlan, tehát csak nézünk, ámulunk és bámulunk, mint a gyerekek. Itt rozzi a moziba. Úgyhogy láthatjátok, Gold Gym. Fantasztikus. Cause I can't justify the way everyone is looking at me. Nothing to gain, hollow and alone. And the fault is my own, and the fault is my own. 400 kiló hús. 400 kiló hús, ez a vágóidő is soknak számít, már nem egyet. Yeah, it helped me have a decent foot now. Yeah, for sure. Yes, to the Olympia or whatever. Yeah, you're showing. I know a shower. Yeah. Must be it, yeah. You're too many things, that too. I was so busy. How long is that here? No, I'm from Kester, you said, come on. Okay. You're right, yeah, this is. Ruhe atem, wir testen, wir haben heute trainiert, gut. Nachmittag schauen wir im Hafen Beach aus. Das muss jeder Bodybuilder einmal sehen. Ja, aber ich bin, weil wir müssen am Sonntag was anderes machen, also wir kommen am Samstag, denke ich, und fahren wir schon wieder. Achso. Samstag Nachmittag. Super, sehr gut. Und viel Spaß dabei. Ja, also viel Erfolg. Danke, tschüssi. Mondo, mecki, servus, deswegen nehmen
Az érzés a lényeg, hogy feszüljön az adott izom. Ahogy láthatjátok, Szed is dolgozik olyan súlyokkal. Pontot magyarázta az előtt. Csak az érzés. I feel all eyes on me. Seems I can't get away, but I still got dreams. And no matter how hard they try to take them away, I won't budge, hold the grudge, I'll fight every day. No time for sad songs, time to write wrongs. It's a cold world, so we take the fight on. Live under the sun, live under the sun. Csak ilyenkor nem szeretünk annyira beszélni, inkább bátadjuk magunkat az érzést. Lélekben mi egy kicsit otthon vagyunk, és megpróbáljuk a kamerán keresztül visszaadni nekik, hogy mi mit érzünk, és remélem, hogy azért örülnek, hogy mi itt lehetünk, és mi próbálunk innen visszaadni mindent. Hogy kell szívet mutatni? Szeretünk benneteket, én valakit különösen, de azt tudom. Nem titok, sziasztok! Take the fight on, live under the sun, live under the gun, live on the run, live to be the one. Life's like a fast car, give it the gas. Olyan sztárokkal vagyunk együtt. Aki veszoljó, Cedric McMillan. Just could not cut it, he's gotta break it, he's gotta love it. Some take advantage, others just run from it. Some are good. Robbie Robinson, 74 évesen, itt nyomt az olimpiát. There's some kind of way out of here. Az igaz feeling, gyerekek, amikor én megszülettem, Robbie Robinson már klasszis volt az. Olyan palig mellett állni, aki még burokban sem voltam már, világszintű testépítőnek számított. Na ez flashes, ez megér egy ilyen libabőrt nektek, szóval imádom. Nagyon jó a feeling, de ezt már elmondtam akkor is, és most is el tudom nektek mondani, hogy az érzés világszerte ugyanaz, mindenhol ugyanúgy fáj, de keressük a fájdalmat, hogy minden nap legyőzhessük. Soha ne felejtsétek ezt el, soha! Gáborral mi ketten vagyunk, akik nyertük az utat, és hatalmas megtiszteltetés, hogy megkaptuk ezt a lehetőséget. Nem hittem el, hogy itt lehetek, de nagyon jól érzem magam. Keresztül Kasul vágtunk Beverly Hillsen, ahol az összes filmipar nagyja felépítette a kis pecóját, de ez minket nagyon igazából nem érdekel, maximum annyiból, hogy a Muscle World 3-at, a saját filmünket mi is itt megcsináljuk ez alatt a felirat alatt. Yeah! Létezik az úgynevezett amerikai álomkifejezés, de természetesen számunkra nem biztos, hogy ez a megfelelő, hisz mindannyian létezünk, kialakítunk, megálmodunk egy saját álmot, amit szeretnénk megélni, és higgyétek el nekem, ha ez sikerül megvalósítani az életetekben, akkor 100%-ig boldogak lehettek, nem feltétlenül a Hollywood felirat alatt, lehet ez otthon, akárhol a világon, Magyarországon, egy kis faluban. Amit meg akartok valósítani, abba tegyetek bele 100%-ot. Semmit sem fog görzsösen erőltetni, mindent magától kell jönni. Ha valamit erőltettek, az már... Az felejtős, az késő. Tulajdonképpen az, hogy egyfajta életérzést kell belevinni ebbe az egészbe, az, hogy boldogságot okozzon nektek az a tevékenység, amit csináltok. Mindegy, hogy hol vagytok, a Hollywood Hills-en, vagy esetleg a Beverly Hills-en, vagy a Gold Gym-ben, vagy otthon Magyarországon egy kisebb teremben, vagy a nyolc kerben, Budapesten, mindegy, totál mindegy. Érezzétek mindig jól magatokat,
és az edzés szeretete a legfontosabb. És hadd mondjam el azt is, hogy nem csak az edzés és a sport területén, hanem az életnek minden területén nagyon fontos ez. Hogyha fölkeltek egy reggel és belenéztek azt a tükörbe, és felteszitek magatoknak a kérdést, hogy hogyan érzem magam a mai napon? Csinálnék valamit másként, mint amit ma fogok tenni ezen a napon? És ha válasz igen, akkor nem élitek jól az életeteket. Igen. Talán erre kellene egy kicsit odafigyelni. Én próbálok így élni, természetesen a körülmények nem mindig engedik ezt meg, mert az embereknek vannak kötelességeik, úgymond. De legyetek ezen rajta. Mi is rajta vagyunk, és dolgozunk. Ez képes, mindig érezzétek jól magatokat a legjobban. És egy kis flash-t akkor most. Már évek ezelőtt hallottam egy életbölcsességet, egy nagyon-nagyon érdekes dolgot, és most ezt szeretném veletek megosztani. A pontok összekapcsolódási rendszeréről szól, amit igazából csak akkor tudtak értékelni, illetve megnézni, ha visszatekintetek a múltotokba. Mindennek jelentősége van, minden mindennel kapcsolódik. Nem tudom, Krisztián, ismered-e ezt az érzést, volt-e ilyen pont, amiből a hozama a jövőben visszatekintve? Is ismerem. Sokan nem tudjátok, de én körülbelül egy kis garázsból kezdtem el edzeni, és rengeteg ember furcsálatta, egy furcsán nézte ezt, amikor én azt elmondtam, hogy én testépítő szeretnék lenni. Sokan kinevettek, sokan legyintettek, sokan támogattak. Ennek az lett a hozzáma, hogy két egymás követő évben is sikerült megnyernem először az újonc és utána az open kategóriát, és ezek a pontok a Superbody, már a Superbody-nál tartunk, az pedig egyenesen az Amerika 3-hoz kapcsolódik, és az Amerika 3 pedig a Hollywood Hills-hoz kapcsolódik, minden kapcsolódik mindennel. Én azt üzenném mindenkinek, aki edz, nem csak aki edz, minden embernek, hogyha van egy álma, vagy van egy vágya, az kergesse egy ilyetet, és semmilyen állam ne adja fel. Nekem 10-11 hete körülbelül volt egy nagyon súlyos sérülésem, mind a két combom elszakadt 4 ponton. 4 napig feküdtem vele kórházba, tulajdonképpen teljes járásképtelenné váltam, és ezzel szinte 90%-ban esélyt láttak arra, hogy nem fogok ide kijutni, tehát ez egy negatív pont az életemből, de ennek a hozama az lett, hogy összekaptam magamat, és igazából a fizikai és a lelki összetörtségből muszáj volt felállnom, tehát olyan mélypontra kerültem, aminál csak feljebb van, és hát elkezdtem ezen dolgozni, és itt vagyok, amint láthatjátok. Szóval ez is egy olyan, hogyha visszatekintek, akár csak a közelmúltamban találok egy, igaz most egy negatív pontot, amiből egy ilyen pozitív hozam alakult ki. Szóval szó, mindig tekintsetek vissza, értékeljétek az életeteket, és folytassátok. A negatív dolgok nem feltétlenül mindig rosszak az életben. Nagyon sok ilyet tudnék én is mondani. Kellnek ahhoz, hogy tudd, hogy jó úton haladsz, de kellnek ahhoz, hogy még erősebbé válj, és egyik céltól a másik cég tud lépni, tehát fentebb. Néha kell egy csalódás, hogy megerősödj, és a következő szintet tud lépni. A 3 testőr és egy plusz a nyerteseink. Őket fogom most egy picikét faggatni. Hogyan, hol, miként és miről, azt még nem tudom. Kergő, Kábor, GG, ho-ho-ho, és Sándor. Talán balkötőből kezdeném a sort. Honnan jön ez a sportmúlt, ez a lazasság, mert láttam ilyen pörgőszaltó, kézenállós témákat. Így van, abszolút, abszolút. Amikor kiléptem, ugye én testnevelői végzettséggel rendelkezek, ahogy kiléptem én meg. Én... Tanár úr. Jó napot kívánok, vigyázállás. Így van, köszönöm szépen. Az osztálynak jelentem, a létszám korlátlanul 4. 4. Jelen van mindenki, mindenki egészséges. Köszönöm, pihenj. Jó, szóval ahogy megérkeztünk, láttam egyből, nekem ki kellett próbálnom, hajlítottam ott is a vasat, hiszen a nyújtón, a korláton, illetve a gerendán is, illetve a gyűrűn is kipróbáltam magam. Hát lássák az amerikaiak, ugye mi tornászemzet vagyunk, megmutattuk, úgyhogy...
Hát igen, én maximum a tornácon tudok jelkedni, a tornázom az már annyira nekem nem megy, esetleg kismama torha egy ezős 3-4,5 kg hús elfogyasztása után. Na város, legyen a következő kérdés, mindig ez az improvizatív rész. Akarsz valamiről beszélni esetleg? Én úgy éreztem, hogy a napokban ugye hát együtt kajálunk, mint egy kis család. Láttál sztéket, lazacot, tojásmennyiséget? Gondoltad volna, hogy a táplálkozás ilyen mértékű ebben a sportágban? Mert láttam, hogy néha ilyen döbbenet viselte az arcot, különböző karizmatizájájájáját. Mindig is tudtam, hogy a testépítők rengeteget esznek, de ez Zolira és Krisztiánra kivált képen igaz, mert hihetetlen gyereket. Első két nap egy olyan kajádába kajáltunk, ahol korlátlan mennyiséget lehetett ugye fogyasztani. A Zoliék annyi sztéket elpusztítottak, hogy két nap után már nem engedtek be minket. Tehát mi imádtuk, mi nagyon éltük a srácokkal, de hát Zoliék elintézték, hogy más helyet kell keresnünk. Zoli egyik kajálása 40 darab tojás, két kiló hal, meg ilyen egy kiló sztéket. Simán megeszed. De figyelj, meg egy kalácsot lenyeltem, mert itt tele van kockákkal a radiátor. Erről jut eszembe. Ezt a kazán fűteni kell. Fűteni. Erről jut eszembe, hogy a vércukrom már leesőben van, és a szám is kiszáradt, a lábaim meg lerohadnak. Gábor, egy kicsit közelebb lépek hozzád. Figyelj csak, én látom az egész fizikum, a haj az ugye abszolút indiános, és biztos, hogy láttad az utolsó mohikán. Abból is te vagy az utolsó, most már szerintem. Egy nagyon fontos dolog, koncentrálj. Igen. Én már nem akarok gyalogolni. Hát följöttem, nézd meg, hol vagyunk. 5987 méter magasan, itt már az oxigén összetétele is egész más. Abban kérném a segítségedet, egy szó, megoldható vagy nem megoldható, kellene nekem egy kést hátas, el tudnád nekem ezeket kötni? Persze, hogy megoldható. Na, nyergelj, fordul, szevasztok, mentünk kajálni, mert már a vércukor Magyarországon van. Hello. Yesterday! Tehát ők ugyanezt nyomták, és ez nekik egy kötelező, ide el kell jutni egyszerre. A Mekkában voltunk Golgyibe. Van egy ismerősem, aki művelt ezt. Volt, amikor nem lehetett nem beszélni. De, hogy én most vagyok ilyen. Örültünk egy kis magyar hangnak, érezzétek jól magatokat, sziasztok! Sziasztok! Mindenhol ott vagyunk, gyerekek!
még egyet! Tolj föl, 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 föl! Jó! Az életérzés, Venice Beach, naplemente. Megérkeztünk az Olympia Expo-ra. Itt most éppen 11 óra van, megszereztük ezt a csodaszép lila karkötőt. Mindenkinek jutott egy belőle. Perceken belül bevágódunk be, vekjük magunkat a rengetegbe. Nézelődünk, érdeklődünk, kérdezünk, beszélünk sokat, és természetesen ti is jöttök velünk. Igaz, csak a kamera képernyőjén keresztül és a szívünkben, de itt mindig velünk vagytok. Go, 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 go! Wolfot láthatjuk tőlem egy kicsit jobbra, a hatalmas óriást, a szőke ikont, aki nagyon jól bekészült, de legutoljára mégis kikapott French Warren-től. Nem tudom, milyen helyezést fog elérni az olimpián, de ott leszünk élőben és megtudjuk. Ismételten csak egy ikont találtunk meg, egyik stand. Mögött még hozzá Ed Cornit, nem tudom, hogy felismeritek-e, ő már régi motoros ebben a szakmában, de számomra még mindig nagy értéket képvisel. Együtt edzett Arnolddal, a 70-es évek nagy-nagy testépítője, de képeken is látható abból az időből. Azt hiszem igazán csak most élvezik a kiállítást a srácok, bár valószínűleg otthon is van hasonló, sőt talán még jobb is, de azért egy kép erejéig, ha már itt vagyunk, hadd tegyék rá magukat, és ezzel javítsák fel a kép hangulatát. Én azért nem teszem magam oda. Én varacskos disznó vagyok. Itt már nehéz lesz kamerával is közlekedni, de hát azt hiszem, hogy ezt a fiborról már megszokhattuk. Hasonló a hangulat, viszont egy dolog nagyon hiányzik, legalábbis nekem, az, hogy nem vagytok itt velünk élőbe, és hogy ezt bebizonyítsam, simán kérek egy felvételt csak a karomról, hogy áll a szőr, mert ennyire hiányoztok nekem. Éljenek a magyarok! Kefál János láthatjátok itt éppen iszonyatos atomformában. Szerintem az olimpián az egyik legbrutálisabb kondíció. Strukturálisan nem tökéletes, de ilyen kondíciót én még éltem, nem láttam élőbe. Iszonyú sűrű, iszonyú vastag, nagyon telt. Can you say about some words the Olympia? How can you feel about it? I feel very good still, it's okay, no problem. All right, you see it tonight, the final. Yeah. Which place is it better for you? I'm happy, you know. Or go talk this one. Number 10 is okay, I'm happy. Yeah, top 10. Okay, but I don't know. Okay. Good luck, thank you so much. Thank you so much. Good luck for you too. Sziasztok, Modero! Üdvözlök! Üdvözlök! Minden! Minden! Magyar! Magyar! Rajongó! Rajongó! What a good one!
the turntable spins, brothers cautious, listening about. You know who is Zoltan? Oh yes, yes I sure do, yes. On the internet, I've seen many pictures of Zoltan, yes, yeah. And it's fun to see him in person. I was thinking that you might show up at the Olympia. Yeah, that's great, that's great. And you are the biggest fan in the USA for Zoltan, I think. Well, I'm one of the bigger fans, yeah, yeah, I'm big, yeah. So anyway. Ilyenkor megdöbbenek, hogy emberek ennyi ezer kilométerről is odajönnek, hogy szervusz Zoltán Vörös, hogy vagy óriási az a sok kép, amit rólad láttam, hogy itt kirász tőle ideg, nagyon jó érzés. Úgyhogy ez tényleg mindenhova eljutunk, a világ minden pontjára, hála az internetnek, és hát láthattátok, ő sem mai gyerek, mégis követi a sportágunkat, követi a Scitec fejlődését, engem is, úgyhogy jupi, yeah! Bodybuilders, the greatest showman in the world. Really. We thank love you. It, baby. We are back. We are doing this, all right? Who the best hunger? We are in the house. Yeah. Hi. This is Hideo Magishi. 2012 Miss Olympia with this big guy. What's up to all those Hungarian fans out there? We're at the 2012 Mr. Olympia Expo going down in Las Vegas, Nevada. We're breaking jackets, knee pads on the podium. How you doing out there in Hungary? I tell you, this is a good event. You should be here. I know you can't be, but hey, you'll see it on the video. A hírekben nemrégen hallhattátok, hogy hogy jár szegény Viktor Martinez, aki egy poén kedvéért ráállt egy képre, egy szkanderossal, aki rápumpált a karjára, ami négy helyen, vagy két helyen, Krisztián, két helyen, vagy négy helyen? Két helyen, vagy négy helyen, négy helyen. Négy helyen eltört a karja. Tehát azért nem vagyunk szkanderosok, erre nagyon vigyázzatok, hogy akár poénból sem tegyétek asztalra a kezeteket, mert nagyon-nagyon sérülésveszélyes, ha nem is törik, de gyulladásotok mindenképp lesz, bízzátok ezt az igazi profikra. New York City, where the hip hop began. To all my breakers, poppers, rockers, DJs, MCs, all my graffiti artists in France, New York, London, LA, every city across the world, we gotta shout you out. Without you, we are nothing. Este fog menni a Mr. Olympiát megnézni. A két nagy esélyes fórumokon is, meg hát azt mondják, hogy Kály és Félkoda fog eldőlni. Majd ezt élő meglátjuk. Én nagyon remélem, hogy Phil Heath fog nyerni, nekem ő személyes kedvencem. Bár Kály fizikuma nagyon tetszik, igazából a... Hogy mondjam... Néha nekem kicsit túl sok a színpadon. Művészi, jól pózol, de... Néha szerintem egy kicsit átben a ló túlsó oldalára egy-két pózzal. Nem tudom, az önök erről mi a véleménye. Megmondom őszintén, én Kályt nagyon kedvelem. Nyilván, tehát nem a mentalitásom van. De igazából én már találkoztam vele kétszer is, ha jól tudom, vagy talán még többször is személyesen. Én nagyon tisztelem őt, mint sportember, viszont mint ember talán még jobban, mert ahogyan viszonyul a rajongóihoz, és ahonnan ő jött, az valami csodálatra méltó. Hiszen Dave Palombo jegyezte meg egy riportjába, hogy Kai Greene pontosan olyan, mint a boxban Rocky Balboa. Tehát ez az igazi gettóból jött, állami gondozottként felnevelkedett egyke gyermek, az esélytelenek minden tulajdonságával felvérkezve érkezett a világba, és feltört saját erejéből a csúcsra, és nem is tudom, most sokan a szexuális identitását kérdőjezik meg, de ez engem nem érdekel. Tehát nem érdekel. Egy olyan sportoló, aki szerintem példaértékű lehet bárki számára. Nincs autója, nem érdekel a csillogás, nem bizony, bizony. Semmi. Gyalogjár, bevásárolni, gettóban él, egy kis lakótelepi lakásban, egy magára főz, igaz? Nagyon profi. Egy videójában mondta, pont kardiózás közben talán lépcsőzőgépen volt, és ő azt mondta, hogy ő nagyon boldog ember, ha most meghalna, és úgy érezni, hogy ő
ő ez az életet, ezt teszi boldoggá, ezt a szenvedélyt így csinálni. Igazi elme bajnoka. Tehát aki eldönt és véghez viszi azt, amit eldöntött, nagyon profin csinálja, és minden évben egy erős 10%-ot javul a fizikuma. Én nagyon-nagyon sajnáltam őt a tavalyi évben, amikor elrontotta a formaizőzítést, mert előtte bombaformát hozott, és már latolgattuk, nézegettük a Facebookon a képeket. Bizony, ahogy a Krisz mondta, ez a két személy az esélyes. Bár számomra sem egyértelmű, hogy ki lesz a mai este győztese, de hát ez pontosan ettől lesz izgalmas többek között. Profitozott gyakran őforró, megfigyeltek a képeket, hetekkel a versenyt nagyszerűen festenek, és a verseny napjára pont elromlanak. Ez de általában Dennis Jamesre volt jellemző, meg talán az újak közül Dennis Wolfra is. Bár élőben most a Dennis Wolfot láttuk, kicsit nyúzottnak tűnt, sőt nagyon nyúzottnak és fáradtnak tűnt. A top 5-ös kihívás még úgy tudom, hogy nincs is benne. Nem tudom, meglátjuk élőben. Tehát a képek is élőben és a videó az mindig egészen más egy-egy verseny. Élőben tudjuk igazán megmondani, mikor egymás mellett állnak, hogy ki milyen. Nyilván ez egy szubjektív sport, tehát a bírók is mindenkinek biztos van egy kedvenc fizikuma, valakinek klasszikusabb, valakinek a úgymond a szörnyeteket, valakinek az az extrém szárasság, amit a bírók igazából mindenkitől elvárnak, tehát ez egy olyan újfajta irányt vett az egész bodybuilding sport, hogy a extrém kondíció párosítva az extrém mérettel, a vékony derékkel, tehát mindennek össze kell állnia. Megmondom őszintén, hogy engem tulajdonképpen nem az hoz lázba a mai estével kapcsolatban, természetesen az is, hogy őket láthatom, hanem az atmoszférájára vagyok kíváncsi a versenynek, arra, hogy milyen hangulat lesz egy igazi versenyen, ahol tényleg az ős hazájában a legjobbak állnak színpadra. Ebből szeretnék egy kicsit magamba szívni, ebből a hangulatba, és ezt kiadni október végén a Super Buddy-n. Így van, hogy mindenki hasonlóan érezze majd magát, mint mi fogjuk. Eddig csak ugyebár videókon láthattuk, YouTube-on láthattuk, élő közvetítésben láthattuk a Olympiát. Most láthatjuk élőben is, meglátjuk, hogy biztos, hogy egy felgeteges show, rengeteg emberrel, óriási hangulattal. Én már személy szerint nagyon várom, bár nagyon fáradtak vagyunk, de ez majd kárpulti az érzésem jutottam. További esélyesek közül nem tudom kinek milyen el. Ugye hát, amin elmondta, hogy sokféle típusú versenyző van. Branch Warren az egyik őrült fanatikus, aki nemrégiben egy nagyon súlyos sérülést szenvedett, az autójából kiszállva elszakadt a tércalagja, vagy az combizma? Azt hiszem a lábbicepre szakadt el, és azt mondta, hogy igen. Abszolút nem feltétlenül egy őrült edzés kell hozzá, hogy egy komoly sérülést összekapj. Elég egy rossz mozdulat, hogy a Zoli példá is szemlélteti, hanem hogy néhány héttel ezelőtt elszenvedett combizom szakadás, pontosan mi is volt ez Zoli, talán a hajlító és a közelítő. A hajlító és a comb közelítő mind a két izom, mind a két lábban elszakadt. Elég komolyan, tehát ja, majd erre visszatérünk máskor. Na szóval Branch is nagyon jól összekapta magát, és hatalmasat küzdött Dennis Wolf-al. Igen, azért Branch-ből a fizikumával szedjük hozzá, hogy ez nem az én véleményem, tehát ez az abszolút fórumokról és minden onnan vélemények. Úgymond őt a nép bajnokának hívják, tehát nincs meg az a igazi wow faktor, mint Phil-ben például, de iszonyat sűrű, brutál kondíció mindig. Igazából az a sűrűsége szerintem, ha megnéztek az edzés stílusát, ez a robbanékony, nagy súlya való edzés, tehát ez abszolút, amikor mellé egy másik versenyző, mellé egyből kiötközik. Ilyen sűrűségű versenyzőt, meg ilyen kondival nem sokat látni. Strukturálisan talán nem tökéletes, de ez a rengeteg hús, ez kárpótolja, vagy elpótolt a szinkron, tehát ezzel jól tudok endőzni. Kíváncsi leszek, tényleg erre leszek a legjobban kíváncsi, hogy ezek az atléták mekkora műsort tudnak csinálni a közönségnek, hogy hogy adják el magukat ezen az embervásáron, ezen a piacon, mert tulajdonképpen a testépítés ugye egy showból áll, mert azt mindenki kajakra unja, hogy van 7 meg 4 alapfordulat, bla bla bla, ezen be lehet aludni. De ha egy versenyző el tudja adni magát és a személyiségét nyitottá teszi azoknak az embereknek a számára elérhetővé, akik ott ülnek, vagy esetleg a tévéképernyőn, vagy az interneten követik nyomon a műsort, szerintem annak van igazán feelingje, különben nem ér semmit. Például a mai napon ott van, nem tudom, körülbelül 55 éves, és szatszoljuk Vince Taylor. Hey Hungarians, Vince Taylor, you know me, I love you guys. I'll be there one of these days, I'm doing something very special. But I love you back in Hungary, so look out for me very soon. Alright, peace, love, power.
Hungarians in the house. Budapest. Még a mai napig az egyik legnagyobb kulcsávó. Oda mehetsz, pacsizik, beleüvölt a kamerába, jó pofa, biztat, rád mosolyog, nem egy befordult, megfáradt. Jó, nyilván nem a top atléták, akik óra múlva színpadra lépnek, mert ez normális állapot. De így, ha belegondolsz, van olyan, aki csak a fejét tekeri, hogy le ne fotózzál kis csávó, ha nem tettél le egy kis lovettát az asztalra. Én azt gondolom, hogy a rajongók nem ezt érdemlik egy ilyen élsportolótól, és ő szerintem tökéletes példája, és ha ilyen hangulat lesz, amit ő tudott régen, és a mai napig is tud varázsolni, akkor hatalmas esténk lesz, és nagyon jól fogjuk érezni magunkat. Nyilván a címéről csak felejtsük el, Phil Heath-et. Én úgy gondolom, hogy nála minden megvan, ami egy Mr. Olympiához kell. Tökéletes alak, tökéletes izomforma, jó tökéletes kondíció, jó arcszerkezet, közvetlen stílusra is, rajongókkal is ott volt, most is több órán dedikált. Én nagyon sajnálom, hogy nem tudtuk végelni, de minimum 3 óra lett. Abban bizakodunk, hogy talán a show után egy gyors képereig össze tudunk vele állni. Én nagyon remélem, hogy meg fogja védeni a címét. Meglátjuk, Krisz, ott leszünk. Meg. És ti is jöttök velünk? Igen. Tehát az se lenne probléma éppen Kai, mert nyilván ő is ugyanúgy megérdemli, mint Phil. Meglátjuk. Jó, tudod mit? Akkor fogadjunk egy jó kis steakbe. Én Kai-ra fogadok, te pedig Phil Heath-re. Oké. Meglátjuk.
of 2012 Mr. Olympia, Phil Heath. Soha többet meg nem mosom. Ki testépítő, hogy annak született, hogy minimális vér folyik ebből a fajtából az erejben, az itt nem tudott nyugodtan ülve maradni, sőt, ha valaha állt színpadon és eszébe jutott, hogy soha többet nem teszi, akkor ez nagyon gyorsan megváltozott, mert aki bekészült valaha, tudja, hogy ezek az atléták mind mennek keresztül. A legjobb formájukat, a legjobb kondíciót próbálják bemutatni, úgyhogy közben halálukon vannak, és mosolyogjak. A mi kedvünkért, a mi szórakoztatásunkért rettenetes komoly munka, rettenetes komoly emberek, iszonyatos szörnyek voltak a színpadon. Thank you.
Frankfurtnak a sajátossága, 2614 kilométeres reptéren egy személyes WC van, amiben mindig és mindenki, jó, van még egyébként, itt tudok ajándékozni nektek, szösszenetet mondtam, most itt egy kicsit így a várdicska hegymászó falasodott, itt bele lehet kapaszkodni, lehet rajta tréningezni egy kicsit. Lábtengóztunk, picit meghúzottam. Nézd meg, meghúzottam lábtengó közben. Mit lehet? Tudunk vele valamit csinálni? One question please, where is the hospital? I have a problem. Kocsidéla! Szeretnék mutatni, hogy ugye van európai ámor, a szerelem nyilasa, illetve nekem balkötőre látható az amerikai ámor, csak ez egy kicsit már nem annyira konzervatív szexuális válasz. Tehát ő már nyilaz mindenkit, össze tudza hozni a lányokat a lányokkal, a fiúkat a fiúkkal, tehát ő már egy kicsit olyan homogénebb. Amerikai ámort láthattátok, és most menjünk tovább.
Scitec forever? No, please, no. Lógyóval itt szerette volna Scott barátunk kivillani, de hála Isten nem tette meg, mert nem sokat ettem, ma még csak kb. 10.000 kalóriát, de a sugárba vissza is adtam volna, és mivel utáljuk a búvár reggelit, hála Isten ettől megkímélt bennünket. Richter ösztöndíjjal vagyok. Én meg Richter Gedeonnal. Maradjál szerintem, hogy értelmes mondatok hangzanak el. A legnagyobb tré találkozni egy dühös torna medvével. Aki megevett egy kenőmányostól meg fullabb kígyó. Ami rókával volt tömve. Nem láttam Imi jakbőr kabátot. 2500 dollár volt egy jakbőr kabát. Miért nem vettél? Még élt a jak. Élő jakbőr kabát eladó. Tötötötö, pumpa. Sunglasses, yes, Hollywood. Hihetetlen jó ez az arckép erről a fiúról. Ki vagy te szépség? Mondd a nevet, te fiú. Bear the sense to me.
have to fight for there to be good. Friends who haven't been low and scared to be blood. But I just want my friends to know that I love them. Cause if they were there, I would be nothing. But every time I can say the words, some of them will take the piss and it'll make it worse. Some will feel awkward, some will ignore our shout. Words only mean if it's important to let our heart out. Forgiveness is something you have to be strong to ask for. But it's so hard to give when it hasn't been asked for. I'm so glad I didn't get mad and lash out here at my life. But maybe I should let you back through the door. If you were strong enough to admit you was wrong, then you can't tell the truth because you feel like you have those to lose. And judgment should be up to the Lord. But you're a bad person and we both know I've got one over you. Watchtower, princes kept with you, while all the women came and went, barefoot servants too, yeah. Outside in the cold distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching. Some kind of way out of here. Bob Dylan, you were genius for this one. Yeah. And not to mention Jimi Hendrix. There's too much confusion. Legends. I can't get no relief. There must be some kind of way out of here. Some kind of way. Said the Joker to the thief. There are many here among us. Life is but a joke. All around the watchtower, princes keep with you. While all the women came and went, there was a service to me. Outside in the cold distance, a wild cat did cry. Yeah, man. I was pretty disappointed about Devlin in the song. Obviously, I'm not sure to compare myself to Devlin. We're not comparing ourselves to Ed Sheeran and Devlin, but, you know, gotta give it a go. All around the watchtower, princes kept with you. While all the women came and went, barefoot servants. Outside in the cold distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, and the wind began to the talk of the town with the restless gown. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun, boy. When you've seen him use a gun, he's the top of the West. Always cool, he's the best. He keeps alive with his car 45. Pull him around.
When you're sailing, you're a gun, boy. When you're sailing, you're a gun. He's the top of the West, always cooler, he's the best. He keeps alive with this cult of 45. Who's the guy who's riding to town in the prairie sun? You won't bother to fool him around. When you've seen him, use a gun, boy. When you've seen him, use his gun.